Végleg eltűnnek a buszparkolók a budapesti Bajcsy-Zsilinszky útról. Ezt az ott lakók által szervezett tüntetésen maga a kerület alpolgármestere ígérte meg. A lakások tulajdonosai 10 éve panaszkodnak az állandóan járatott motorokra és a kipufogó bűzre. A buszok sokszor több forgalmi sávot is elfoglalnak, amíg a turista csoportokat várják. Esernyőkkel védik magukat a tűző naptól a budapesti Bajcsy-Zsilinszky utca 22 lakói. A csapat a háza előtt megálló turista buszok ellen tiltakozik, mert ezek minden nap ott várják a csoportokat, amíg azok megnézik a bazilikát. Volt, hogy összeszámoltam, 3x7, az 21 autóbusz 3 sávban, járó motorral parkol itt. Az azt jelenti, hogy amíg a bazilikába bemennek a turisták, és aztán, amíg visszajönnek, az körülbelül olyan 3/4 óra, addig folyamatosan járatják a motort. A lakók 10 éve hallgatják a buszokat, és szívják a kipufogó gázt. Van ugyan egy tábla, ami arra kéri a sofőröket, állítsák le a motort, de ezt senki sem tartja be. Azt mondjuk, hogy a dohányzás káros az egészségre, akkor ez nem az. Akkor amikor ezelőtt 10 éve megadták az engedélyt itt a buszoknak, akkor minket itt 10 év óta ugye szándékosan gyilkolnak. Robert megmutatja a házat, amely a buszparkoló mögött áll. Azt mondja, a bűz, mint egy kürtőn keresztül a belső udvaron át távozik, megkeserítve a lakók életét. Nem lehet ablakot nyitni. Várva kell tartani az ablakot. Reggel 6-kor az ember fel kell, ki tudsz előzetni, és utána be kell zárni az ablakot. De hogy bírják a nyarat? Hogy? Hát sehogy. Úgyhogy kinyitjuk, mert kénytelenek vagyunk aztán. A kitartó tiltakozásnak végül lett eredménye. A tüntetőkhöz eljött a kerület alpolgármestere, aki megígérte, hamarosan eltűnnek a buszok a ház elől. Tegnapi nap Vitézi Dávid, a BKK vezérigazgatójával sikerült megállapodnom abban, hogy egy-két héten belül teljes egészében megszüntetésre kerül ez a bizonyos buszparkoló itt a Bajcsy-Zsilinszky úton. A buszok most is a tüntetés miatt lezárt helyeken szerettek volna megállni. A lakók szerint még nem nyugodtak meg, mert ígéretek eddig is voltak. De azt mondják, ha eltűnnek a buszok, jégbe hűtött pezsgővel ünneplik meg a 10 éves küzdelem végét.